Mennyből az angyal, menj sietve, az üszkös, fagyos Budapest. Az október 23-ai megemlékezés Palásti Vera a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjának előadásával kezdődött. A fiatal tehetség Márai Sándor Mennyből az angyal című versét szavalta el a bazilika melletti 56-os emlékkeresztnél. Az ünnepi beszédet idén Vizi László Tamás történész, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató helyettese mondta. Mint fogalmazott, 1956-ban a magyar nép elementális erővel kiáltotta a nagyvilágnak, hogy elég volt, és egy békés szimpátia tüntetésből órák alatt kibontakozott az a forradalom, majd szabadságharc, amely egy gyűlölt rendszer ellen irányult. Lenin és követői, így a magyar kommunisták is odáig jutottak, hogy a keresztény kommunistát veszélyesebbnek tartották, mint az ateista polgárt, annak a társadalmi osztálynak a képviselőjét, amelyet amúgy dekadensnek, kártékonynak és elpusztítandónak ítéltek. Miért is? Az egyéni autonómia miatt, amely a keresztény hitből származott. Az ünnepi beszédet követően a történelmi egyházak képviselőinek imádsága következett. Spányi Antal megyés püspök hangsúlyozta, nekünk, magyaroknak kis népként magunkért kellett és kell kiállnunk a vészterhes időkben. Hozzátette, október 23-án nem elég emlékezni, hanem tanulnunk és bátorságot is merítenünk kell. Az, ami 1956-ban fiatalokat és idősebbeket megmozdította, végig kíséri a magyarság történelmét. Nekünk szükségünk van arra a szabadságra, amelyet megélhetünk fizikailag, és megélhetünk lelkünkben, és megélhetünk erkölcseinkben.